Március 23-án itt az Eszterházy Károly Egyetemen is elindult az e-learning, a digitális oktatás. Volt egy pici idő intézményünk oktatóinak, dolgozóinak arra, hogy átálljanak erre az nem teljesen új típusú oktatási rendszerre, hiszen ennek azért vannak jelentős hagyományai itt nálunk az Eszterházy Károly Egyetemen. Beszélgető partnerem Pajtokné Tari Ilona, rektori jogkörben eljáró rektorhelyettes asszony. Az első napján vagyunk, amikor mi beszélgetünk ennek az új típusú oktatási rendszernek, milyen előzetes feladatok előzték meg azt, hogy ez el tudjon indulni március 23-án? Amint a fenntartótól értesítést kaptunk erre vonatkozóan, azon nyomban megkezdtük a felkészülést, és egy rektori utasításban, illetve rektori rendelkezés tervezetben adtuk az oktatók és a hallgatók tudtára is azt, hogy 23-ától távoktatásban indul a második fél év hátralévő része. Ebben az ügymenetben, amit leírtunk ebben a rendelkezésben, mi alapelveket fogalmaztunk meg, hogy segítsünk a kollégáinknak abban, hogy ez az egész rendszerezetten folyjon, és egységesen. Ez azt jelenti, hogy ezek az alapelvek között szerepelt az is, hogy az órák továbbra is az óra rendszerinti időbeosztással működnek, ami azt jelenti, hogy az oktató kollégáinknak az órarendi idejük teljes hosszában rendelkezésre kell állniuk, és elérhetőnek kell lenniük a hallgatók számára. Alapelvek között fogalmaztuk azt is, hogy a hallgatóknak is az órarendszerinti óra idejében elérhetőnek, illetve kapcsolatba kell lenniük a tanárral, hogyha online platformot választ a tanár, akkor azon. Itt a valós idejű és több szereplős óratartást preferáljuk, ami azt jelenti, hogy a kommunikáció is nem csak egyirányú, hanem több irányú is. Az alapelveken túl megfogalmaztunk lehetséges ajánlásokat is a kollégák számára, ami azt jelenti, hogy a már gyakorlott Moodle távoktatási rendszert ajánlottuk a kollégáknak. Mi megnéztünk több lehetőséget is, de úgy döntöttünk, hogy a Moodle az megfelelő, és talán azért is előnyös számunkra, mert ennek a használatát már a kollégák többsége ismeri, és használta is az elmúlt években. Azok számára, akik nem ismerik a Moodle használatát, az elmúlt héten felkészítő kurzusokat szerveztünk, és három alkalommal is online módon. Nagy örömömre a kollégák erre jelentkeztek, és hát a 440 oktatónkból több mint 200 vett részt a múlt héten ezeken az online felkészítő tanfolyamokon. Jó magam is részt vettem a péntekén, és hát ezen a héten élesben indult. Én magam 8-tól 10-ig tartottam az órámat, írtam a hallgatóknak, egyelőre elküldtem azokat az anyagokat, amelyek a következő órára szükségesek, és kértem a türelmüket, amíg a Moodle rendszerben magam is a héten nem jelentkezem számukra. Az alapelvek között szerepelt az is, hogy ha valamilyen olyan gyakorlatot tart a tanár, amire a hallgatónak készülnie kell, akkor legalább egy héttel az óra tartása, vagy hát az online óratartás és kapcsolódás előtt el kell, hogy küldje a hallgató számára, akár ezen a távoktatási platformon keresztül, akár más csatornán keresztül. De ha vannak olyan órák, amelyekhez tananyagot és szakirodalmat szeretne a tanár adni, akkor nagy örömünkre a könyvtár is csatlakozott ehhez a munkához, hiszen közzétette azokat a online adatbázisokat a hallgatók számára is, ami esetleg eddig nem volt elérhető, illetve felhívta a figyelmet azokra a tankönyvtárakra, amelyekbe mi is
készítettünk az elmúlt években tankönyveket. Tehát megvannak a tökéletes elméleti alapok, és azok a platformok, amelyeken a hallgatók elsajátíthatják az elméleti ismeretüket. Bizonyám, de sokan vannak olyanok, akiknek különféle szakmai gyakorlatot kellene teljesíteniük, akár külsős intézményben, akár például a gyakorló iskolában. Erre milyen megoldási javaslatok születnek, vagy születtek? Hát a kezdeti időben még azt gondoltuk, hogy a gyakorlatok megvalósíthatók lesznek, de sajnos az iskolák is bezártak, ott is távoktatás formájában, online módon folyik az oktatás. Azért segíteni szeretnénk azoknak a tanári jelölteknek, akik ebben a fél évben végzik a gyakorló iskolai tanításukat. Úgy beszéltük meg a gyakorló iskolai kollégáinkkal, hogy a szakvezető kapcsolatban van a hallgatóval, és a fél év folyamán elkészíti azokat az óratervezeteket és anyagokat, tanítási segédleteket, amelyeket majd reményeink szerint a szükséghelyzet befejezésével megvalósíthat élőben az iskolában. Eltoljuk a gyakorlati időszaknak a végét, bár most úgy készülünk, hogy normálisan be tudjuk ezt fejezni rendes időben, de ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor majd tömbösítve, és valamikor júniusban fogjuk ezt megtenni. Vannak olyan gyakorlatok is, például laborgyakorlatok, amelyeket szintén ilyen módon majd a nyár folyamán pótolunk. Ez azt jelenti, hogy mind a szorgalmi időszak, mind a vizsgai időszaknak a határa kitolódhat. Szakdolgozatok beadási lehetőségét online-ra változtattuk, ami azt jelenti, hogy ebben a fél évben csak online módon kell beadniuk a hallgatóinknak, és online módon történik az értékelés is. Nagyon örülünk, hogy a hallgatói önkormányzatunk aktív. Nagyon szoros az együttműködés az egyetem vezetése és a hallgatói önkormányzat között, azok vezetői között. A hallgatói önkormányzat elnöke tagja is annak a járványügyi bizottságnak kezdettől fogva, amelyet az egyetemen létrehoztunk még a vészhelyzet kihirdetése előtt, és abban a munkában, amit a vezetői csapat végez, a HÖK elnök asszony is részt vesz. És ezen túlmenően ők áldozatot hoznak, hiszen nagyon sokat segítettek ők a kollégiumoknak a kiürítésében. Ezt sajnos nagyon hirtelen kellett megtennünk, és áldozatos módon egy emberként odaálltak, segítettek, szerveztek. Azóta is, hogyha bármilyen gond vagy kérés érkezik a vezetőktől, akkor ez el is jut hozzánk. Minden területnek megvan a felelőse a rektori vezetésben, úgyhogy én azt gondolom, hogy lefedünk minden olyan területet, ami esetleg a hallgatóknak is problémát okozhat, úgyhogy bízom benne, hogy átvészeljük ezt a egészségben, átvészeljük ezt a nehéz időszakot. És hát egyébként meglássuk a távoktatásban a jó oldalt is, hiszen éveken át küzdöttünk azért, hogy támogassuk a kollégák körében a online tanítási módot. Azt hiszem oktatási rektorhelyettesként emlékszem, hogy egyszer elő is írtuk a kollégáknak, hogy legalább az általuk tanított órák 10%-át szervezzék meg online módon, vagy készítsék elő. Hát most mindenki rákényszerül erre, bízom benne, hogy a jövőben ez előrelépést jelent majd az egyetem dolgozóinak és hallgatóinak egyaránt. Köszönjük szépen rektorhelyettes asszonynak az interjút, és bár kicsit szívszorító a líceum üres folyosóit járni, de tudjuk, hogy mindez az egészségünk megőrzésének érdekében lett elrendelve. Minden egyes hallgatónak, oktatónknak kitartást és jó tanulást kívánunk.